Tisztelt megjelentek, engedjék meg, hogy először is köszöntsem kedves vendégünket, Wang Gosheng urat, Hubei tartomány kormányzóját, delegációját, nagykövet urat, miniszter helyettes urat, és minden megjelent kedves vendéget. A magyar hubei kapcsolatok egy újabb állomásához érkeztünk. Nem indulunk, hanem úton vagyunk, és reméljük még, hogy sok siker áll előttünk. Ahogy ma elhangzott, hogy Hubei tartomány fővárosa Wuhan és Győr között, én már 1995 óta van testvérvárosi kapcsolat. Különösen nagy öröm volt számomra, amikor tavaly meghívásunkra Magyarországra látogatott Li Hongzhong pártfőtitkár úr, ezen látogatása alkalmával egy memorandumot írtak alá, aminek eredményeként a mostani látogatás során Hubei és Györmoson sopron megye testvérmegyei kapcsolatot tud létesíteni. Pártfőtitkár úr, itt egy látogatása során egy majdnem 200 fős gazdasági fórumot is tudtunk tartani, ami fontos, hogy a diplomáciai kapcsolatok mellett, a barátság mellett egy intenzív gazdaságépítés is kezdetét vette akkor. Engedjék meg, hogy még egy dolgot kiemeljek az ő programjából, amelyik Hubeit egy más polcra helyezte attól a pillanattól kezdve az én szememben. A delegáció ellátogatott a Magyar-Kínai Kéttanítási Nyelvi Iskolába, amelyet, amely unikális a világon, kínai miniszterelnök és magyar miniszterelnök közösen döntöttek arról, hogy legyen egy ilyen iskola. Ez egyedülálló a világon ebből a szempontból. A látogatás eredményeként Hubei tartomány minden osztálynak egy intelligens táblát ajándékozott, amit ezúton is még egyszer köszönünk Hubeinek. Ezen együttműködés, Újabb eseményének leszünk tanulni hamarosan. Ezen magyar-hubei kapcsolatok továbbfejlesztésének egy újabb, kiemelkedő állomása kormányzó magyarországi látogatása. Mutatjam azt is, hogy megint egy komoly delegáció élén látogatott el hazánkban szándékaik, hogy ilyen sokszor jönnek Hubeiből ide, azt mutatják, hogy stratégiai partnerként gondolnak Magyarországra. Kérjük, hogy ezt a jövőben is tekintsék így, és nagyon-nagyon örülnénk annak, hogyha Hubei egyfajta közép-európai irodát tudna létrehozni Magyarországon, amelynek segítségével tovább tudnánk építeni a magyar-kínai kapcsolatokat, de gondoljanak úgy Magyarországra, mint Közép-Európa központjára, és gondoljanak úgy Magyarországra, mint egy ugródeszkára az Európai Unió felé. És ahogy kormányzó úr elmondta, Hubei Kína közepén található. Ha összehajtjuk Kína térképét, akkor a középpontban Wuhan és Hubei lesz. Ha összehajtjuk Európa térképét, Magyarország van a középpontban. Bízom benne, hogy Hubei és Magyarország gyümölcsöző évek, évtizedek előtt áll az együttműködés terén. Az együttműködésnek számtalan lehetősége van. Beszélhetünk itt környezetvédelemről, vízgazdálkodásról, Hubei a vizek városa szintén, és a tartományban rengeteg víz van. Autóipari együttműködésről is lehet beszélni, élelmiszerexportról, de hagyj emelje ki egy területet, ami megint csak különleges lehetőség. Wuhanban több mint 1 millió 200 ezer diák van, aki főiskolákon és egyetemen tanul. Hubei látszik, hogy a jövőbe fektetett bele, akkor, amikor a fiatal generációba fektet. Nagyon örülnék, hogyha ezen a területen egy gyümölcsöző, különleges kapcsolatot ki tudnánk alakítani a Hubei Felsőoktatási Intézményekkel és a Magyar Felsőoktatási Intézményekkel. Ez egy nagy kihívás, de nagy lehetőség is. Végül, de nem utolsó sorban, engedjék meg, hogy tájékoztassam Önöket, hogy a tavaly megalapított Magyar-Kínai Barátságért díj egyik díjazottja idén Hubei tartomány. Azt gondolom, hogy az előbb elmondottak teljesen világosá és egyértelmű teszik, hogy miért kapja Hubei ezt a díjat. A díja több mint tíz Kínával foglalkozó civil egyesület, és a kínai kormánybiztosság közösen alapította több mint egy évvel ezelőtt. A díj egy üvegművész alkotása, amely egy térbeli hasábokból álló műbiuszt szimbolizál. Ennek átvitt értelme a szoros, logikus kapcsolódás, a végtelen folyamatossága. Ez szimbolizálja a két nemzet gazdasági, kulturális és társadalmi együttműködését. Még egyszer nagyon köszönöm Fejcsán Gánsie, hogy itt vannak Magyarországon, hogy együtt kívánnak velük működni, és mihez baráti jobbot szeretnék nyújtani. Köszönöm szépen!